Kezdeném egy egyszerű kérdésre ezt a felvételt is. Mi valószínűbb? Az, hogy egyetlen ember megrontott több millió ártatlan katolikus hívő embert, vagy pedig inkább fordítva, több millió ember rontott meg egyet? Tudom, hogy stupid kérdésnek tűnik ez, de gondolkodjunk el rajta egy picit. Mi valószínűbb? Az, hogy egyetlen ember megrontott több millió ártatlan katolikus hívő embert, vagy pedig inkább fordítva, több millió ember rontott meg egyet. Következő kérdés az, hogy mi volt a valódi ok, amiért a pápa meghívta ezt a 44 transznemű férfit a Vatikánba? Miért hívta meg a pápa ezt a 44 transznemű férfit a Vatikánba? A cím is ugye az, hogy kirontotta meg a pápát. Tudjuk azt, hogy az alternatív média, az összeesküvés elméletek felhozzák a pápát, mint egy lehetséges antikrisztust, hogy ő lenne az antikrisztus személye, ugye? És azt hiszem, hogy a legtöbb ember számára, igazságkereső számára is sokkal kézenfekvőbb az az opció, hogy úgy igazából van egy antikrisztus a világban, például Ferenc pápa személyében, vagy Adolf Hitler személyében, vagy pedig Putyin személyében, vagy bárki más személyében. Sokkal kézenfekvőbb az, mint hogy meglássuk azt, hogy létezik az antikrisztus a törvénytipró milliók személyében. Milliók személyében. Milliók és tízmilliók és százmilliók, és így tovább személyében. Elmondom azt, hogy miért készítem ezt a felvételt. Akinek nincsen türelmük, gyorsan itt az elején a lényeget elmondom, röviden és tömören. Azt a látást kaptam, hogy a pápa szükség szerint csinálja azt, amit csinál. Ő muszáj ezt megcsinálja. Az, hogy meghív a Vatikánban 44 transznemű férfit, feltetőleg megvendégeli őket, és kedvesen egymásnak mosolyognak, ez szükség szerint van. Emlékeztek, van egy olyan felvételem is olyan régen készült, hogy szükség vagy érdem. Szükség vagy érdem. Tehát abban elmondtam, hogy ha az Úristen nekünk azt adná, amit érdemelünk, vagy érdemeltünk, akkor már rég nem léteznék. Én sem léteznék. Hogyha azt kaptam volna, amit érdemlek, én már rég nem léteznék. Ez itt az Úristen nekem megmutatta, hogy én azt kaptam, amire szükségem van ahhoz, hogy felébredjek, és hogy keressem az igazságot, keressem őt, megtaláljam őt, és örömöm legyen abban, hogy ismerhetem őt. Tehát nem érdem szerint kapja az ember és az emberiség azt, amit kap fentről, a mindenható Istentől, hanem szükség szerint. Ez itt mondom azt is, hogy amit a pápa cselekszik, szükség szerint. Emberek, ez muszáj megtörténjen. Pontosan úgy, mint ahogy írja az írás, hogy az Úristen bekeménytette a fáraó szívét, hogy ne engedje el a zsidókat. Szükségszerű volt, hogy bekeménytse az ő szívét. Ő amúgy is erre volt csak használható, teljesen testi volt, földi volt, őt a lélek nem érdekelte, csak a test. Tehát ugye ki, amire alkalmas, arra használja minden az Isten. Judás csak arra volt alkalmas, hogy elárulja Jézust, őt nem érdekelte mennyek országa. Őt a lélek dolgai nem érdekelték. Ezért az Úristen arra használta, oké, Judás, menj, és tedd azt, amire alkalmas vagy. Ha már téged az igazság nem érdekel, akkor cselekedd meg azt, ami érdekel. Áruld el az igazságot 30 ezüstért. A pápa is azt cselekszi, azt adja az ő szívére a mindenható Isten, hogy cselekedje meg azt, amire ő alkalmas. Hogyha ő csak erre alkalmas, akkor ezt cselekedje meg. Miért? Hogy váljon minden teljesen nyilvánvalóvá. Ha hiszek, ha nem, ha tetszik, ha nem, a pápa, amit cselekszik, még azáltal is segít az embereknek, segíti az emberiséget. Segíti az emberiséget, a katolikus hívő közösséget abban, hogy valahogy legalább némelyek, néhányan valahogy ráeszméljenek arra, hogy ők mit követnek, mit követtek. Hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy milyen hatalmat képvisel a katolikus egyház. A pápának most úgy is mondhatnám, és teljesen nyugodt lelkiismerettel és békességgel mondom, amit mondok, azt adta a mindenható Isten a pápa szívére, hogy hívja meg azokat vendégségbe, akik ő hozzá tartoznak,
akikkel ő azonos szellemiséghez tartozik. Hívja meg őket, legyen teljesen nyilvánvaló, hogy ő milyen hatalmat képvisel. Ezt adta az Úr, az ég és a föld teremtője a pápa szívére, hogy ezt cselekedje. És ő megcselekedte. Ezáltal hatalmas szolgálatot tett az emberiség számára, a katolikus hívő közösség számára, mert segít abban, hogy még nyilvánvalóbbá váljon az, hogy miféle hatalmat képvisel a katolikus egyház. És aki szembesül ezzel, és kimeri nyitani a szemeit, talán megmenekül. Az Úristen azt is mondja, hogy nagyon kevesen, nagyon picike az esély arra, hogy még némelyek felébredjenek ebből a kómás állapotból, de ezért úgymond prés alá helyezi a pápát, hogy vállalja fel, hogy ő milyen hatalmat szolgál, és azt szerint döntsön, azt szerint cselekedjen, és a média közvetítse azt, hogy mindenki lássa meg, hogy ő amikor katolikus templomba megy, a katolikus liturgiát hallgatja, az élő Isten szava helyett hallja, hogy újjá lehetne születni, és Isten beszél egyenként mindenkihez személyesen, ő akkor is a katolikus liturgiát választja, amelynek ugye a feje a pápa, tehát tőle jön ugye lefelé, a katolikus hierarchián keresztül jön lefelé az, hogy milyen dogmát, milyen doktrinát tanítanak a templomban, persze Jézus nevében, Isten nevében, hogy legyen teljesen leplezett a bűn, a törvény tiprás. Ugye azáltal leplezett a törvény tiprás, azáltal leplezette, azáltal van így erre erejtve, azáltal van így eltakarva az, hogy milyen bűnöket követnek el, hogy Isten és az Úr Jézus Krisztus nevét használják. Az ő nevükben cselekszik ezt. És persze ugye azért, amit ők gyakrabban használnak, a Szűz Mária, ugye, a Szűzanya nevében, aki egy kitalált személy, mert semmi köze nincs Jézus Krisztus édesanyjának, Máriának, ehhez a kitalált katolikus karakterhez, amiről már többször beszéltünk. Tehát remélem, hogy érthető, drága emberek, hogy még ez is, még az is kegyelem, hogy a pápa felvállalja azt, hogy ő az Antikrisztusnak a szolgája. Még az is kegyelem, mert ezáltal egyesek látást kaphatnak, felébredhetnek, és talán megmenekülnek. Ezért nem szabad köpködni a pápát, nem szabad haragudni rá, mert ő ugye döntött. Ő döntött az Antikrisztus hatalma mellett, a sötétség mellett, pontosan, mint a fáraó, pontosan úgy, mint Júdás. És azt ő hűségesen, tehát az ő szolgálatát, ő hűségesen betölti. És hogy még tisztább legyen, és még nyilvánvalóbb legyen az, hogy mi is történik, fel fogom olvasni azt, hogy mit ír, vagy mit mond a mindenható Isten az ő gyermeke által erről a jelenségről. Előtte még elmondom azt, arra a kérdésre reflektálva, hogy mi valószínűbb, az, hogy egyetlen ember megrontott több millió ártatlan katolikus hívő embert, vagy pedig fordítva, több millió ember rontott meg egyet. Mi valószínűbb? Erre reflektálva elmondom azt, hogy hogyan történt az, hogy a zsidók is megtagadták Istent, elfordultak a mindenható Istentől. Mert addig ugye ők a papság által voltak vezetve, a papok azok meg tényleg olyan emberek voltak, hogy Istennek az elkötelezettjei, tehát Istenben éltek, és úgy vezették a népet, Istennek a beszéde szerint, ugye, a léviták, hát igen, hát a papság, ugye, akik szolgáltak Isten sátora körül, ők azzal voltak megbízva, hogy ragaszkodjanak a törvényhez, Istennek az igéhez, és azt szerint vezessék a népet. És így a zsidók szabadok voltak, mert ismerték a törvényt, ismerték az igazságot, nem kellett féljenek semmitől, tudták azt, hogy az Úristen őket megvédi mindaddig, amíg ragaszkodnak az ő szavához, oltalmazza a mindenható Isten őket. És ez így is történt. Ez így is történt. Igen, ám, de jó dolgukban, a Kánaán földjén, a tejjel és mézzel folyó földön, jó dolgokban, mint a kutyák, ugye szokták mondani, a kutya is jó dolgában vesz meg. Na, ugyanezt történt a zsidókkal is, a székelyekkel, a magyarokkal, mindenkivel. Jó dolgok azt mondták, hogy jaj, nem jó, hogy nekünk az ilyen proféták beszélnek, mint Mózes, vagy Józsué, vagy Sámuel. Nekünk is inkább legyen király, mint a szomszédos népeknek.
És amikor Sámuel ezt hallotta, ő valósággal megszomorodott. Azt mondja, hogy király, tudjátok-e, hogy a királynak milyen jogai vannak, és felsorolja. Ott valahol le van írva, azt hiszem, a Bírák könyvében, nem a Bírák, Sámuel könyvében, hogy Sámuel felsorolja, a királynak milyen jogai lesznek, hogy megdézsmálja őket, a lányaikat elviszi szolgáló leányoknak, a férfiakat elviszi katonának, megöleti őket, meg minden, megdézsmál mindent, és felsorolta, hogy mit jelent a királyság, mit jelent, hogy emberi vezetőkre bízzák a sorsukat az élő Isten szava helyett. Azt mondja az Úr Isten Sámuelnek, hogy Sámuel, adjál nekik királyt. Nem téged utáltak meg, hanem engemet, mert te általam szóltál. Adjál nekik királyt, és ismertesd velük a király jogait, hogy ez fog történni. Azóta is ez történik. Ezért van olyan hatalma a hatalomnak, a kormányhatalomnak, azóta is ugye úgy a zsidóknál, mint a magyaroknál, és mindenkinél, mert az embereknek nem kellett az élő Isten törvénye, az ő szava, hanem nekik inkább emberi rendszer kellett. Mi majd megoldjuk, a királlyal majd megoldjuk. És azóta is ugye a király, meg a diktátorok, meg a demokrata vezetők, teljesen mindegy, mindenki így vagy úgy, van, aki legálisan zsákmányolja ki őket, van, aki viszont ilyen lopva, sunyi módon, teljesen mindegy. Az történik, amit az Úristen mondott Sámuelnek, minden országban, minden nemzetben ez történik, mert ezt mondta Isten, és ez is történik, hogy az ember tapasztalja meg, mit jelent emberben bízni, emberi vezetőben bízni. Hiába, hogy most demokrácia van Magyarországon vagy Romániában, a kizsákmányolás továbbra is folyik, továbbra is folytatódik. Tehát azért, mert mi úgy nevezzük a rendszert, a királyi rendszert, hogy demokrácia, vagy kapitalizmus, vagy akármilyen izmusnak nevezzük, attól még a rendszer ugyanaz. Teljesen mindegy. Kommunizmus, szocializmus, demokrácia, teljesen mindegy. A rendszer ugyanaz, tehát a kizsákmányolás, amit Isten mondott, hogy ez fog történni, a földi vezetőnek ilyen jogai lesznek a nép fölött, ez történik. Rendszertől függetlenül, úgy a kommunizmusban, mint a demokráciában, minden rendszerben. Ez itt van az, hogy Magyarországon most elvileg demokrácia van, de mégis a nép kizsákmányolása történik, pontosan, mint hogy a diktatúra volna. Mert ezt mondta az Úristen Sámuel prófétának. Ha valaki tudja, hogy ezt hol sorolja fel, hol írja le Sámuel, és rá tud erre keresni, kommentben nem bánom, hogyha megadja, leírja, hogy én is ezt olvassam fel, vagyis mondjam el, hogy ott lehet elolvasni, hogy mik a földi vezetők jogai. Isten adta nekik ezt a jogot. Figyelem! Orbán Viktornak, a vezetőknek, a mindenható Isten adta nekik ezt a jogot. Ezt mondta Sámuelnek, ezt mondta, hogy ez fog történni minden egyes nemzettel és néppel, akit nem az igazság érdekel, az élő Isten szava, hanem emberekre bízza magát. Tehát akkor itt mi történt valójában? Az történt, hogy a király megrontotta a zsidókat? Ne, nem emberek. Itt az történt, hogy a zsidóknak király kellett, de ez a pozíció emberek, ez a titulus, a király, vagy a elnök, vagy a miniszterelnök titulus, az nem arról szól, hogy ő egy ilyen romantikus személy, és szereti a népet, és tisztesség, mint bölcs király, ugye, mint a mesékben Mátyás király. Nem emberek. Ez a titulus, ez a pozíció arról szól, amit mond Isten Sámuelnek, hogy ez fog történni, a király mindennek a javát el fogja tőletek venni. Ezt mondja Isten. Tehát ebből az következik, hogy nem a király rontotta meg az embereket, hanem az emberek rontották meg a királyt. Nagyon kemény. Ha ezt én néhány év ezelőtt hallottam volna, akkor én is úgy összeráncoltam volna a szemöldökeimet. Hogy a katolikus hívek rontották meg a pápát? Igen, igen emberek, a katolikus hívek rontották meg a pápát. Az, hogy a királynak diktatórikus uralma van, ezt mi okozza? A nép igénye. Van egy olyan közhely, hogy minden népnek olyan vezetője van, amilyet megérdemel. Így van-e? Minden népnek olyan vezetője van, amilyenre szüksége van, inkább mondjam azt, amit megérdemel. Na ez a közhely, hogy minden népnek olyan vezetője van, amilyet megérdemel. Tehát akkor a vezető milyen? A vezetőnek a jelleme milyen? Hát olyan, mint a nép, emberek. Olyan, mint a nép. Olyan a vezető.
És hogyha Pistikétől megkérdeznénk középcsoportba, Pistike, mit gondolsz, vagy Attilácska, vagy Zsoltika, mit gondolsz, hogy minek nagyobb a valószínűsége? Annak, hogy egy ember megront több millió, több tíz vagy százmillió embert, vagy pedig inkább annak a nagyobb a valószínűsége, hogy több százmillió ember meg tud rontani egy embert, és minden egyes embert külön-külön meg tud rontani. Azt mondja Pistike, hogy hát egyértelmű, hogy a több millió ember meg tud rontani egy embert. Van egy olyan másik közhely, hogyha a szűzlány bekerül a hárembe, ő is szajhává válik. És így ezzel a, ezt találta mondani nekem valaki annak idején, amikor még voltak ilyen ambícióim, hogy a politikában részt veszek a politikai életben, közéletben, és ugye hát volt bennem így erő, spiritus, és egyszer csak úgy valaki hallotta, vagy valaki mondta, hallotta, hiszen, hogy Isten használta még őt is, azt mondja, hogy ha a szűzlány bekerül a háremben, ő is szajhává válik, hiába, hogy szűz. És akkor mondom, hogy oké, okay, most akkor jövök én, ugye, tele ambícióval, hozom a fiatalságomat, hozom az erőmet, hozom a jókedvemet, bekerülök a hárembe, ugye, akár a városházára, vagy akár a mit tudom én, megyei tanácshoz, akár a parlamentbe, és én is szajhává válok. Hiszem, hogy emlékszem, ez egy újságíró volt, akivel régebben beszélgettem, és ő mondta azt, hogy ha a szűzlány bekerül a hárembe, ő is szajhává válik. És akkor ez úgy beleégett a szívembe, hogy oké, okay, hát én rendben van, hogy én jót akarok, meg akarom változtatni a rendszert, csak fennáll a veszélye, hogy a rendszer fog engemet megváltoztatni. Az Úristen egy kijelentés által engemet megóvott emberek. Ebből mi következik? Az következik, hogyha tegyük fel, kétlen, hogy az így lett volna, de tegyük fel, hogy Ferenc pápa tényleg szent ember volt. Ferenc, nem tudom milyen Ferenc. Tényleg szent életű ember volt, és oda került abba a pozícióba. Kétlen, hangsúlyozom, kétlen, de tegyük fel, hogy ő szent életű ember volt, és pápát csináltak belőle. És ahogy bekerült ő a hárembe, ő is olyanná vált, mint a többiek. Ezért Jézus mit mond? Mert fontos az ő szava, emberek. Az ő szava élet minden körülmények között, minden időben. Aki megismerte az ő szavát és megszerette, az ember élni fog. Ő azt mondta, hogy az új bort, az új lelket nem a régi tömlőbe töltjük. Mi nem a háremet akarjuk felújítani. Nem a régi rendszert akarjuk felújítani, mert az lehetetlen. A régi rendszer elszakad, s az új bor elfolyik. Ezt mondja Jézus. Hogyha fiatalok bekerülnek a politikába, mint ahogy én valamelyest bekerültem annak idején, és van bennük élet, van bennük lüktetés, van bennük ambíció, van bennük jókedv, vidámság, ők is el fognak romolni, el fognak folyni. A rendszer így is úgy is el van torzulva. Hogyha ezt meg akarom javítani, olyan leszek, mint a rendszer. A rendszer kárba fog veszni, én is kárba fogok veszni, vagy pedig a lelke el fog kározni, ahogy tetszik. Tehát maga a rendszer megöli azt, aki meg akarja javítani. Sőt, azt mondanám, kérlek szépen jól figyelj, mert meg fogod érteni. Azt mondanám, hogy a rendszer azzal provokál, elhiteti mindenkivel, minden fiatal pappal, fiatal politikussal, fiatal aktivistával, hogy jó, hát friss vére van szükségünk. Hát változtassátok meg a rendszert, na gyertek, és akkor változtassátok meg, és akkor elhitetik a fiatalokkal, hogy meg lehet azt változtatni, nem lehet, emberek. A földi rendszer az ilyen. Isten nem azt mondta, hogy változtassuk meg Bábelt, építsük újjá Bábelt, vagy Kümves Klemennek a várát, Déva várát, hanem azt mondta, hogy hagyjátok az egészet, gyere és köves. Ezt mondta Jézus Péternek. Jöjj és köves engemet. Mester, merre mész? A mennyek országai meg sem állunk, Péter. Jó van, mester, jövök utánad. Péter, ne néz a tengerre, ne néz a népek tengerre, mert el fog nyelni, az örvény el fog nyelni. Ne néz az emberek szájára, az emberek véleményre, te csak rám néz. Azért süllyedtél vissza Péter a népek tengerébe, mert rájuk nézte az ő véleményükre. Csak rám néz, és elvezetlek a mennyek országába. Ezt mondja az Úr Jézus Péternek. Nem azt mondta, hogy Péter, változtass meg a zsidó vallást, vagy hozzá létre egy új vallást. Hazugság, hogy a katolikus vallás Péterre épül, ez hazugság, emberek. Ez egy katolikus dogma. Milliók, százmilliók vannak megkötözve ezzel a hazugsággal. Nem Péterre épül a katolikus egyház, ez hazugság.
Teljes hazugság. És az egyház nem Péterre épül, mint ahogy ők mondják. Nem, az igazi egyház a Krisztus beszédére épül. Az a kőszikla, az ő beszéde. Az az ő beszéde. Az, hogy Péter, amikor lélek által szólt, azt mondta Jézus, hogy igen, na erre fogom építeni az egyházamat. Ami azt jelenti, hogy mindenki lélek által fog szólni, mint Péter. Mindenki személyesen fogja ismerni Istent. És ez az egyház, akik személyesen ismerik a mindenható Istent. Nem Péterre érti Jézus, hogy Péterre fogja építeni az egyházat. Hát ő nem azért beszélt és tanított, hogy ő Péterre építse az egyházat, hanem az ő szavára. Azt mondta, hogy aki hallja az én szavamat és megcselekszi azt, az olyan, mint az az építész, aki a kősziklára építette a házát. Jöttek a viharok, a tenger hullámai, a Covid, járványok, háború, hírek, minden, de az ő háza, az ő élete nem omlott össze. Tehát Jézus Krisztusnak a szava, amit nem ismer sem a katolikus kereszténység, sem úgy általában az új kereszténység, mert be vannak zárva a gyülekezetekbe, templomokba, embereket követnek, és nem ismerték meg az Úr Jézust személyesen, nem születtek újjá. És így az ő életük nem kősziklára épül, hanem egy emberi szervezetre, egy pervers, eltorzult emberi szervezetre, amelynek a feje egy olyan személy, aki most nyilvánvalóan megmutatta, hogy halljátok-e, ők az én barátaim. Az a 44 transznemű férfi, teljesen testi, teljesen pervez, ők az én barátaim, ők az én testvéreim. Ezért muszáj ilyen történjen, aki megérti, hirdesse a háztetőkről, mondjátok, és hirdessétek alázattal, szelídséggel, kedvességgel, béketűréssel, de ugyanakkor határozottsággal, az igazság szigorával hirdessétek, hogy minél több ember hallja, osszátok meg ezt a felvételt, minél több ember hallja, és minél több ember meneküljön meg, hogy miért kell ilyen történjen. Ezt is Isten adja. Mindjárt meg fogod látni, hogy erről hol beszél ő. Tehát nem az van, hogy egy ember megrontott több tízmillió vagy több százmillió embert, hanem fordítva a több százmillió megrontotta azt az egyet. Hogyha Ferenc, ez a Feri ugye, aki most pápa Vatikánban, hogyha ő tényleg tiszta lelkű gyermek lett volna, oda került volna, az is elképzelhető, hogy valamikor ő az volt, teljesen jó szándékú volt, oda került és olyanná vált, mint ők, mert nem értette meg az Úr Jézusnak az egyik legfontosabb üzenetét, hogy Feri, Ferike, ne változtasd meg őket, a rendszert ne akar megváltoztatni, mert megyünk a mennyek országába. Te csak tegyél bizonságot, ne a halott rendszert, a halott templomokat építsed, a kőtemplomokat, hanem az Úristen templomát építsed az emberek szívében, a bizonságaiddal. Ne akard a rendszert megváltoztatni, mert azáltal szippant magába a rendszer, és fel fog nyásolni, le fog mészárolni, fel fog nyásolni. Ez az Úristen figyelmeztetése. Így járnak azok a fiatalok, akik ugye ilyen papi pályára lépnek, amúgy nagyanyám engemet is erre a pályára szeretett volna, hogy lépjek, ugye, és úgy néz ki, hogy a kívánsága teljesült, csak nem úgy, ahogy azt ő elképzelte. Hála és dicsőség a mindenható Istennek, és az Úr Jézus Krisztusnak. Tehát ezt a egy kijelentést vésd az agyadba. Tehát minden ilyen ambíció, akár politika is, mert mondom, én benne voltam a politikában valamennyire, és láttam, hogy bal felül, meg jobb felül ugyanaz a szellemiség, ugyanaz a lelkület. Isten megnyitotta a szememet, és láttam. Rájöttem, hogy nem az a megoldás. Ezért hagytam el a politikát, még mielőtt túlságosan belementem volna. Kivett Isten belőle. A katolikus vallásból is kivett a mindenható Isten. Mert nem az az én dolgom, hogy megváltoztassam a rendszert, hanem az, hogy elmondjam, bizonságot tegyek arról, amit ő nekem személyesen mond, és az egyház erre épül. Jézus ugye ezt akarta nekünk megmutatni, hogy lássátok, Péterrel ez történt, Péter most először lélek által szólt. Lélek által az atya lelkéből szólt. Mindenki, aki újjá fog születni, az atya lelkéből személyesen fogja hallani a mindenható Istent. És erre építem az én egyházamat. Arra, hogy mindenki személyesen hallja az élő Istent. És azt cselekszi, amit ő mond. És ez az egyház emberek, akik ezt cselekszik. Tehát nem a halott rendszer, piramis rendszerek, a fáró rendszere, ez mind sátáni rendszer.
Ez mindig is így működött. A fáraónak a rendszere az a piramis hierarchia, hatalmi hierarchia. Annak semmi köze nincs Istenhez. Ahhoz semmi köze nincs Istennek. Majdhogy nem. Persze az ő kezében van minden, ő nem engedi meg azt, hogy ők bármit csináljanak. És most, hogy alátámaszthattam azt, hogy úgy igazából a többség, a tömegszellem rontja meg a gyermekeket. Én amikor megszülettem erre a világra, akkor már a tömegszellem az már volt. Létezett úgy a magyar, mint a katolikus tömegszellem, a székely tömegszellem. Nekem nem volt más választásom. Én bekerültem, én felvettem magamra a katolikus fenevad bélyegét, felvettem a nagy magyar fenevad bélyegét, felvettem a székely fenevad bélyeget, felvettem ilyen különböző bélyegeket. És sok ilyen bélyeget felvettem. Tehát a tömegszellem engemet, amikor én kijöttem anyám méhéből, pontosan, hogy le van írva a jelenések könyvében, már várt engemet a tömegszellem, vagy a sátán, hogy engemet megbélyegezzen. Gyorsan adta a számunkat, ez az ő száma, az Attilának, a kis Attilának a száma, ugye ezen szám alatt fog engemet szolgálni élete végéig, az adójával is, a lelkével is, mindenével. Ez az első két vakcina, ez a harmadik, az az ötödik, és itt addig, amíg teljesen zombivá válik, és addig fog szolgálni engemet, amíg elfogy a lelke, elkárhozik az ő lelke. Na ez a rendszer. Mennyei atyám, teljes szívemből kívánom, hogy minél több ember, aki ezt hallja, értse is meg, váljon szabaddá, akár katolikus, protestáns, református, hídgyülekezetes, akárki, legyen szabaddá, fusson ki, meneküljön ki onnét, ne hozzám, hanem a Krisztushoz, az ő szavához, és éljen, és támadjon fel, és világítson, ragyogjon, és tündököljön, mint Istvánnak az arca. Ezt kívánom teljes szívemből. És akkor most felolvasom, hogy mire hivatkozok, amikor azt mondom, hogy ez meg kell történjen. Ez muszáj megtörténjen. Isten adja, hogy történjen meg. Még az is, tehát azok után, amiket tesz kijelentéseket, és amiket tesz a pápa, még az is megtörténhet, hogy élőben fogják közvetíteni a katolikus orgiát. Bele sem merek gondolni emberek, nem akarok én gyanakodni. Bele sem, szerintem az amerikai filmek azok csak ilyen romantikus játékfilmek, az ilyen horrorfilmek, amelyek próbálnak rávilágítani arra, hogy a színfalak mögött mi történik. Bele sem merek gondolni, hogy mi előzte meg a pápa döntését, hogy az a 44 szodomita meglátogassa őt. Mert hogy Jézus fogadta volna a 44 szodomitát? Persze, hogy igen. Fogadta volna őket, hogyha úgy mentek volna oda, hogy Mester, hallottuk a beszédet, mi tévedtünk, bűnben éltünk mostanig, Mester, tisztítsál meg minket, könyörű rajtunk, akarom, tisztuljatok meg, menjetek el és többé ne vétkezetek. Hogyha a pápa ezt tette volna, ezt tenni, akkor egyértelmű, hogy Krisztusnak a szolgál, egyértelmű. De ő kifejezte az együttérzést, a szimpátiáját, hogy ők együvé tartoznak ezek az emberekkel. Ezek a szodomiták, az ő testvérei. És azért adta az Isten a pápának, hogy ez történjen, hogy néhány katolikus meneküljön meg. Ezért oszd meg ezt a felvételt. Majd töltsd le a kiáltószó.go.ro oldalról. Töltsd le és küldd el minél több embernek, hogy hallják. Hát, ha valaki megérti, hát, ha valaki fohászkodni fog az élő Istenhez, hogy igaz, hogy te beszélsz mindenkihez, aki keres téged, segíts rajtam, adj egy jelet, mit csináljak, segíts, olvasom az evangéliumot, Máté, Márk, Lukács és János evangélium, kérlek, segíts megértenem, könyörű rajtam, és aki ezt a döntést meghozza emberek, mindenki meg fog menekülni, és meg fogja látni, hogy miben vett részt mostanig, meg fog menekülni, mert Isten hűséges, nem azért küldte Jézust, hogy megöljön minket, hanem hogy megszabadítson. Igen. Aki kíváncsi arra, hogy hol van leírva, hogy mik a földi vezetők jogai, a királyok, a földi vezetők jogai, miniszterelnökök, elnökök jogai, olvassa el 1 Sámuel 8-at. Abban van leírva. Tehát a többség, az elbukott tömegszellem ezt igényelte. Neki király kellett, neki ilyen szodomita vezető kell, ugye? Persze itt úgy érzem, hogy fontos hozzáfűzem azt, hogy ez miattam is van, miattad is van. Azok miatt is van, akik megismerték az igazságot, és elrejtették azt. Nem adták tovább, nem kiáltották a háztetőkről, nem tettek bizonságot. Miattuk is van az, hogy így eltorzul a tömegszellem, a magyar tömeg gondolkodása. Mert azok, akik megismerték az igazságot, nem vállalták fel, nem öltötték magukra, hogy minél több ember megismerje és megmeneküljön azáltal.
Sámuel első könyve, 8. fejezet, olvassátok el. Milyen a pápa, ahogy mondja Levente, hát népszerű. Hát egyetlen egy szó elmondja, hogy itt nem a pápa hibás, hát hiába olvassuk mi az Illuminátit is, az összeesküvés elméleteket, meg a szabad könyveseket, mert egyetlen egy magyar szó lebuktatja, elmondja mi az igazság. A pápa népszerű. Tehát olyan szerű, mint a nép. Olyan szerű, mint a nép. Mint akik őt szeretik. Amilyen szerrel rendelkezik, ugye népszerű, amilyen szerrel rendelkezik a nép, olyanná lesz a vezető. Pontosan, hogyha nem az Isten szerével rendelkezik a nép, hogyha a népben, a magyar nemzetben nem az Istennek a szerelme van, az igazság szeretete van, akkor ilyen vezetők és ilyen királyok kerülnek a nép élére. És ezt is Isten adja, hogy a nép szembesüljön, hogy egy pervers, súlyosan testileg és lelkileg súlyosan sérült és beteg ember a ti vezetőtök menektek. Nem kellett az igazság. Ezt adja ma az Úr a katolikus kereszténységnek, ahogy tetszik. És akkor most felolvasom, olvassátok el majd ti is Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levelének az első része. 19. résztől olvasom, hogy halljuk és értsük meg egyszerűen, hogy egyszerűen, Istenszerűen, egy Isten, ugye? Egy az ő száma, egy Isten van. Egyszerűen, értsük meg a lényeget. Igen, Isten megmutatja haragját, megmutatja, muszáj megtörténjen, mert mindaz, amit Istenből megismerhetünk, világos, hiszen maga Isten mutatta meg mindenkinek. Isten nem rejtette el az ő szavát, az ő igazsága benne van az ő teremtményeiben, az ő teremtésében, Isten örök hatalmát és isteni természetét emberi szem nem láthatja, ezeket mégis érzékelheti és megértheti mindenki a világ teremtése óta, amikor Isten teremtményeit látja. Így tehát nincs mentség azok számára, akik felismerték Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként, sem nem voltak hálásak iránta. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, mivel felismerték a mindenható Istent, de mégsem tisztelték őt Istenként. Sem nem voltak hálásak, inkább embereket, királyokat tiszteltek, inkább a kezeik csinálmányait tisztelték. Ezért gondolkodásuk értelmetlen lett, és ostoba szívük egyre jobban elsötétült, bár magukat bölcseknek tartották, mint hogy a legtöbb ember igaznak gondolja magát, én is annak gondoltam magamat. A legtöbb ember azt hiszi, hogy jó haver Istennel. Nagyon sokan azt hiszik, hogy jó haverek, jó barátok Istennel, és hatalmas meglepetés jön ezen személyek számára. Bár magukat bölcseknek tartották, bolondok lettek, az örökkő élő Isten dicsőségét elhagyták, az ő jelenlétét, az ő teremtésnek a dicsőségét elhagyták, és helyette bálványokat imádtak, amik halandó emberekre, madarakra, négyrábú állatokra és hüllőkre hasonlítottak. Ilyen bálványokat imádtak az emberek, de már a zsidók is elkövették ezt a hibát. A magyarok úgy szintén. Tehát a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyet, ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Ezek a pápa barátai, akik őt most meglátogatták nyilvánosan is. Tehát ő kényszer alá lett helyezve, hogy ezt felkelte, vállalta nyilvánosan. Az egész világ tudja, hogy ki a mi Istenünk, az Antikrisztus, a sátán, az ördög. Ezért Isten elhagyta őket, és engedte, hogy szívük gonosz vágyait kövessék, szexuális bűnökben éljenek, és egymás testével gonosz dolgokat műveljenek. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett. Már az is bűn volt, emberek, ezt vésétek a fejetekbe, már az is bűn volt, hogy a napot, a holdat, a csillagokat tisztelték az emberek. Már ez is bűn volt, mert Isten azt mondta, hogy oké, ezt ajándékba adtam, a csillagokat, a holdat, a napot, mind ajándékba adtam, a vizet, a delfineket, mindent ajándékba adtam nektek. Teljesen rendben van, hogyha
hogyha örültök annak, de ha az én szavamhoz ragaszkodjatok, mert másképp el fogtok csúszni. Ne őket imádjátok, ne őket tiszteljetek, hanem ragaszkodjatok hozzám, hogy legyen kapcsolatunk, hogy hosszasan éljetek itt a földön. Ezt mondja az Úr, az ég és a föld teremtője. Már az is bűn volt, hogy az Isten keze alkotását tisztelték és imádták. Napot, hódat, csillagokat, és állatokat meg embereket. Már ez is bűn volt. Most mekkora bűnben van az emberiség, amikor most már nem is az Isten kezének a munkáját imádja a teremtő helyett, tehát nem a teremtőnek a teremtett dolgait imádja, hanem a saját kezének a teremtményeit imádja. Mekkora bűnben és sötétségben lehet az emberiség most, hogyha már az is bűn volt, hogy az Isten által teremtett dolgokat imádták és tisztelték. Amikor most az emberek a saját kezeik csinálmányát tisztelik és imádják. Azáltal a telefont simogatjuk reggeltől estig. A saját teremtményünk okozza nekünk az örömet. Ugye a mi teremtményünk az alacsonyabb rendű, mint mi. Tehát mi az alacsonyabb rendűtől ugye vesszük ugye az örömet. Ezért mondtuk a Covid alatt, hogy már azon a kereszténység egyszerre kellett volna üvölcsön és ordítson az egész világnak, hogy emberek, egy néhány filléres műanyag teszt mondja meg nektek, hogy ti egészségesek vagytok-e, vagy nem. Méltók vagytok a halálra. Hogyha egy műanyag kütyű mondja meg, hogy ti egészségesek vagytok-e, vagy nem, akkor nektek befellegzett, átok alatt vagytok. Ezt kellett volna mondja minden keresztény, ha ismerte volna a teremtőit, de a keresztény emberek nem ismerték a teremtőjüket, elfordultak. Ezért kell megtörténjen a keresztény holokauszt. Ezért. Még egyszer hangsúlyozom, ha már az is baj volt, ha aki olvasta az Ószövetséget, ismeri a Bibliát valamennyire, tudja, hogy már az is baj volt, hogy az emberek naposzlopokat húztak fel. Ugye? A napot imádták, és a holdat, mint a magyarok is, a zsidók is, pogány népek. És Isten mondta, hogy ügyeljetek, ez nem jó, mert el fogtok torzulni. A lelketek kárba fog veszni. Ne az én teremtményeimet imádjátok, hanem gyertek, beszélgessünk. Gyertek, beszéljünk egymással, hogy vigyelek titeket vissza a tökéletességbe, a mennyek országába. Jaj, nem, holdacska, a zászlón is holdacska, meg napocska, meg naposzlopok, meg minden. Már az is baj volt, hogy az Isten által teremtett dolgokat tisztelték és imádták az emberek. Mennyivel nagyobb baj, és bűn, és fertelmesség, hogy az ember a saját kezének a munkáját imádja most már. Az Istenről szóló igazságot hazugsággal cserélték fel. A teremtő Isten helyett azokat imádták és szolgálták, amiket Isten teremtett, pedig az imádat egyedül Istent illeti, aki örökké áldott legyen. Amen. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta. Tehát mivel? Mi a teremtett dolgokat imádtuk, a teremtő helyett. Megint muszáj megálljak. Érzem a lélek, hogy mondja, hogy álljak meg, mert sokan nem értik az imádás szót. Az imádás szó jelentése az, hogy időt töltesz valamivel. Például a legelején, egy kapcsolatok a legelején, tudjuk jól, hogy a fiatal ember kit imádja jobban? Hát a feleségét. A feleségének az idomait, az ő testét, meg minden. Őt imádja. Drágám, imádok-e is mondja. Gyermekkoromban hallgattam, nem tudom én milyen zenekarokat, azt mondtam, hogy imádom az ő hangját. De kimondtam az ajkaimmal, én nem Istent imádom. Persze én mondtam, ami ott jelent, mint a robot templomban. Hogyha elvittek templomba. A többiek mondták, én is mondtam, mint a robot, pontosan. Robottá lettem téve. De én valójában nem az Istent imádtam, hanem imádtam a valamelyik énekesnek a hangját, vagy a valamelyik színészt, vagy színésznőt imádtam, ugye? Vagy a barátnőmet imádtam. Tehát az imádat az, amivel az ember időt tölt, amivel időt töltesz, amire a figyelmedet vetíted, azt imádod, hogy ne tudjál hazudni magadnak. Azért mondom azt, amit mondok, hogy ne tud becsapni magadat, ne tudjál hazudni. Nézd meg, hogy mit fogdosol reggeltől estig. Te azt imádod. Amivel időt töltesz reggeltől estig, azt imádod. Nyilván, hogy az ember imában van, és lélek által hallja mindenható Istent, és róla beszél, és azt cselekszik, amit Isten mond, akkor Istent imádja, akkor egyértelmű, hogy Istent imádja. Tehát Jézus Istent imádta, mert ő egyfolytában hallotta őt, és azt mondta, azt cselekedte, amit Isten mondott, az emberek meggyógyultak, feltámadtak a halálból.
Ez történt Jézus idejében. Tehát Jézus megmutatta, hogy hogyan lehet Istent imádni. És hogyha valaki Istent imádja, hallja az ő szavát a lelki ismeretében, azt cselekszi, meglátogatja az embertársait, megvigasztalja őket, beszél nekik az igazságról, meggyógyulnak ők, és így imádjuk Istent emberek. Meglátogatjuk a nyomorultakat, a szegényeket, a betegeket, az özvegyeket, és beszélünk nekik az igazságról, és azáltal Isten őket feltámasztja a szomorúságból, a lelki halálból. Ezt jelenti Istent imádni. Tehát amivel időt töltesz, amilyen szolgálattal, amilyen munkával, amilyen földi dologgal időt töltesz, amivel a legtöbb időt töltöd, azt imádod a legjobban. És akkor senki nem tud hazudni magának, hogy 24 órából mit imádtál te, 24 órából mennyi időt töltöttél azzal, hogy a szívedben, ahogy mondja, olvasd el a legelső Zsoltát, egyes Zsoltát, aki imádja Istent. Az ő szívében forgatja mindenható Isten szavát éjjel és nappal. Ez jelenti imádni Istent, hogy a szívemben ott van, hallom az ő igazságát, és tudom, hogy ez csak egy út számomra. Én nem lakni jöttem erre a földre, hogy Kinga énekli, hanem élni és megtalálni a teremtőmet, és visszamenni az örök hazába, vissza az Édenbe. Jaj, nem. Én inkább maradok, építek magamnak egy szép nagy házat, szép nagy feleséget, szép nagy gyermekeket, meg mindent. Emberek, ezt valahogy fontos megérteni. Fontos megértsük, hogy Isten minket nem arra hívott, hogy mi itt a földön úgymond jól lakjunk a földiekkel, hanem arra, hogy értsük meg, hogy bukott el az ember, és kívánkozzunk vissza hozzá. Menjünk vissza az Édenbe, menjünk vissza a paradicsomba, menjünk vissza a mennyek országába. És Jézus megmutatta az utat, mert megmutatta azt, hogy mit jelent imádni Istent. Annyira egyszerűen, szépen, gyönyörűségesen megmutatta, mit jelent imádni Istent. Ő egyszer csak ott volt, nem érdekelte, ki mit mond, szerette az embereket, de nem hallgatott rájuk, mert egyfolytában beszélt hozzá az atya, az ő lelkével. Ő csak kijelentette, én nem azt mondom, amit akarok mondani, hanem azt mondom, amit az atyától hallok, és ezért gyógyulnak meg az emberek, ezért szabadulnak meg a vallásoktól, a hazugságaikból, a betegségeikből, a perverzióból, a bűneikből szabadulnak meg az emberek, mert én nem azt mondom, amit akarok mondani, hanem azt, amit az atyától hallok, így szabadulnak meg az emberek az én beszédemre. Ezt mondja az Úr, és ezt mondja nekünk is, hogy mi is ő általa szólunk, nem is mi kell szóljunk, azt mondta Jézus, hanem az atyánk lelke fog szólni, ti általatok, ne is gondolkozzatok azon, mit fogtok beszélni, mert úgy sem ti fogtok beszélni, hanem az atyátok lelke fog szólni, ti általatok, és csodák és jelek követik a ti beszédeteket. Ez az örömhír, az evangélium. Tehát az emberek ugye a teremtett dolgokat imádták, azt szerették, azt babuska, azt simogatták, egymást simogatták egyfolytában, és ezáltal beleragadtak az elbukott állapotba. Ezt értse meg, aki hallja, hogy ezért mondja, tehát nem azért, mert Istennek akkora szüksége van, hogy imádjuk őt, hanem azért, hogy megmeneküljünk, hogy visszataláljunk az örök hazába, mennyek országába. Hogyha én a mulandót simogatom egyfolytába, azoknak a képeit, a szobrokat, a szűzanya lábát, meg a Jézus lábát, ugye a szobrot, meg mulandó dolgokkal foglalkozok, és időt töltök fölöslegesen mulandó dolgokkal, a pénzt simogatom, számogatom egyfolytába, a földiekkel a mulandó dolgokat ölelem magamhoz, azáltal a mulandóságomat, a halált öleltem magamhoz, emberek, akinek füle van, hallja. Akinek füle van, hallja meg, mit mond a lélek a gyermekeknek. Mivel az emberek ezt tették, Isten is átadta őket a saját szégyenletes kívánságaiknak. Az asszonyok felcserélték a férfiakkal való természetes szexuális kapcsolatot más nőkkel való természetellenes szexuális kapcsolatra. Régebb még élveztem is, emberek. Ez az igazság. Annyira testi voltam, mint egy disznó. Élvezte. Jó az, nincs az a semmi gond. Tetszik a szemeimnek. Csak a probléma az, hogy a szemeim ki fognak rothadni, amikor meghalok, hogy a nyülek megeszik a szemeimet. A szememnek tetszik, de a lelkemmel mi a helyzet? Hasonlóképpen a férfiak is elhagyták az asszonyokkal való természetes szexuális kapcsolatot, és más férfiakat kívántak meg égető vágyakozással. Így azután a homoszexuális férfiak egymással követtek el szégyenletes, fertelmes dolgokat. Ezek az emberek a saját testükben kapták meg a büntetést. A saját testükben kapták meg a büntetést, amit ezzel a természetellenes életmóddal megérdemeltek. Emberek, elmondtuk azt, hogy
Sokat beszéltünk arról, hogy az Úristen még azt sem akarta, hogy a férfi a nővel szexeljen. Még ezt sem akarta, de megengedte, mert tudta, hogy erről szól az elbukás. Látta, hogy igen, azt akarja az egyik, hogy az egyik legyen az erős, a másik a gyenge, ugye? Egyik a női lány, másik a kemény férfi, ugye? És Isten azt mondta, hogy csináljátok, de akkor törvényesen. Akkor benne fogtok ebben maradni, törvényes házasság, csináljátok végig, és talán a végén megmenekültök. Meg fogtok törni, mert a hazugság miatt, a bűn miatt a törvény titeket megtör. A házasság törvénye az azért van, mert ugye maga a szexualitás bűn emberek, de Isten megengedte, és a törvény alá helyezte azt, hogy a végén az ember megmenekülhessen. De amikor mi elválunk egyszer, kétszer, végén már férfiakkal, nőkkel, össze-vissza, kutyával, állatokkal, mindennel, akkor hogyan mentse meg Isten emberek? Ha ennyire utáljuk őt, hogyan mentse meg? Aki tisztességesen végcsinálja a házasságot, az Isten megáldja. Végén megboldogul. Azt mondja, oké, drágám, elég volt, én már nem vagyok férfi, nem akarok én már szexelni, én örvendek, hogyha gyermek lehetek, vágyok arra. Ezért mondják azt, hogy a második gyermekkor oda léptek be régebb az idős emberek, és megboldogultak, mentek a mennybe. Még a Bibliát sem ismerték, de tisztességesen törvény alatt leélték az életüket, és Isten megmentette a lelküket. Ez történt. Ezek az emberek Istent nem tartották méltónak arra, hogy ismeretét megőrizzék, hogy őt ismerjék, az ő szavait megőrizzék. Ezért Isten magukra hagyta őket. Tehát Isten elengedte őket, engedte, hogy megromlott gondolkodásuk szerint olyan dolgokat tegyenek, amiket nem lenne szabad. Fertelmességeket, mindenféle igazságtalanság, gonoszság, kapzsiság és rossz akarat tölti be őket. Tele vannak irigységgel, gyilkos szándékkal, veszekedéssel, alatomossággal, és mindig rosszat gondolnak a másikról, pletykálnak, és vádolják a másikat, Istent gyűlölik, gúnyolódnak, erőszakosak, dicsekvők, gonosz dolgokat találnak ki, szüleik iránt engedetlenek, ostobák, nem tartják meg ígéreteiket, szeretet nélkül, és könyörtelenül bánnak az emberekkel. Jól ismerik a törvényt, mert azt nagyjából mindenki ismeri, hogy Isten igazságos törvénye, és tudják, hogy akik ilyen dolgokat tesznek méltók a halálra, mégis folytatják ezeket a gonosz dolgokat. Sőt, helyeslésükkel bátorítják azokat, akik hasonlóan élnek. Ezt tette a pápa. Tehát Isten nyomást helyezett rá, hogy vállalt fel, hogy ki vagy te valójában, hogy akik téged követnek, lássák meg, hogy a sátánt követik, a sátánt követik, és aki meglátja, hogy a megtévesztést, az evilág urát követi a katolikus egyházban, kapjon esélyt a megmenekülésre. Tehát Isten ugyanúgy, ahogy itten Pál apostol leírja, ő adta át a pápát a perverziónak, ennek az őrültségnek, ezeknek a hamis gondolatoknak. Ő adta át, vállalt fel, hogyha már hazudsz a népnek az én nevemben, vállalt fel, hogy ki vagy te valójában. És azáltal, hogy egyes, hangsúlyozom, néhány, csupán némelyek, katolikus hívek, látják, hogy mi történik az egyházban, azt mondja, hogy ilyen nincs, én ebben hittem mostanig, de továbbá nem hihetek. Amikor egyes katolikusok úgy ébredtek fel, hogy Isten nyomást helyezett Böjtére, hogy vállalt fel, kihez tartozol Böjte, és ő fel kellett vállalja, hogy a vakcina Istenhez tartozik, hogy ő a vakcina oltalmában hisz, és nem az élő Isten oltalmában. Fel kellett vállalja, és így egyesek, akik öt bálványozták, felébredtek, és Istenhez fordultak. Egyes Böjte bálványozók felébredtek, és megismerték az Urat, megismerték a Krisztust, Istennek a szavát, amely elvezeti őket az örök életre. Tehát Isten adta Böjtének, és hogy vállalt fel, ki vagy, és apokalipszis, jelenések könyve, megjelentetés, leleplezés, mind meg kell történjen, a sok perverzió, a sok mocsok a felszínre jött, és már védekezni sem tudnak, és teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy miről szólt a katolikus egyház. És aki látja ezt, és még azok után is úgy dönt, hogy azt követi, az ember megbélyegezte magát, magára vonta a fenevad bélyegét, saját sorsát megpecsételte, mert látta, hogy fertelmességet csinálnak, nem az élő Isten törvényét követik.
nem a Krisztust követik, hanem az Antikrisztust. És mégis úgy döntöttek, hogy továbbra is ezekre az emberekre hallgatnak. Az ilyenek menthetetlenné tették magukat. Mert noha hallották az élő Isten hívó szavát, akár általam, akár mások által, akár a Biblia sorai által, akármilyen módon hallották az élő Isten életre hívó szavát, az apostolok szavát, az Isten gyermekek szavát, a Jézus Krisztus szavát, mégis megkeményítették a szívüket, és a perverzekhez fordultak, mert az ő szívükben is perverzió van, mert nem akarják sem meglátni, sem őszintén megbánni a bűneiket, hogy megmeneküljenek, és megtisztuljanak, és a mindenható Isten megmentse őket. Ez történt. Aki megérthette, megkérem szépen, mutassa meg embertársának, töltse le, küldjétek el, terjedjen, minél több ember kapjon esélyt a megmenekülésre, a látásra. Ha valaki nem hiszi ezt szavakat, még azzal sincs semmi gond, de hogyha van benne őszinte alázat a teremtőjével szemben, és fohászkodik, a mindenható Isten meg fogja nyitani az ő szemeit. Hogyha megvan az igazság éhség a szívedben, és nem hiszed azt, amit mondtam, kérd az élő Istent, megnyitja a szemeidet, és meg fogod érteni, ha olvasod Jézus szavait, és meg fogsz látni mindent. Azt is, ami kint van, és azt is, ami a szívedben van. Mert szükséges azt is meglátni, hogy téged személyesen mi választ el a mindenható Istentől. És amikor Isten megmutatja, nem csak megmutatja, hanem fájni is fog, de meg is fogja bocsájtani, szabaddá tesz, gyermekké tesz, feltámaszt a lelki halálból, újjászületsz, és élsz örökön örökké ő vele. Ez az ígéret, mert az élet halhatatlan azok számára, akik ragaszkodnak ahhoz. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!